Történelmi időkben még fontosabb a művészet. A festmények ünneppé tehetik a hétköznapokat, nehéz időszakokat. Veszedelmek idején a lelkükkel védekezünk, hiszen tudják, nem csak kenyérrel él az ember. Miután önök nem járhatnak most kiállításokra, mi visszük el otthonaikba a festményeket. Kedves emberek, a Maradj Otthon Fesztivál keretében rendhagyó eseményre invitálom önöket. Vészabó Noémi festőművész vagyok. Tartsanak velem karantén kiállításomra. Il existe toujours la vieille maison. Les années passent, tu la trouveras. Si tu la cherches un jour, je t'attends pour toujours. La vieille vie, la maison rénovée. Devant mes yeux, ton image est là. Je vois encore ton regard, ton visage. Szeretem elvinni mesevilágba, ókori regékbe a nézőt, és a festményeim témái is mindig valami ilyen témát dolgoznak föl. Nagyon szeretem ezt a képemet, Jónás útja Ninivébe. Ez egy bibliai történet, és aki olvasta, az pontosan tudja, hogy miről van szó. Nem lehet tudni, hogy Jónás a hajón van, már a vízben van, vagy már a cethal gyomrában. De amint Hermész Trismegisztos is tanította, ami fent van, az a lentihez hasonló. Csillagtengerek kavarognak, csillagos mesés az éjszaka, az óceán éppen olyan mesebeli, halakkal és furcsa lényekkel teli. Miután nem kiállító térben vagyunk, a lakásomban invitáltam önöket, ezért természetesen nem olyan a kiállítás, mint ahogy megszokhatták. Ez a kép nem olyan régen készült el, az a címe, hogy Lánygójával. Én azt hiszem, hogy nem kell hozzáfűzni semmit. Elég egyértelmű. Quand tu me dis que tu m'aimes, les souvenirs me reviennent, je voudrais tellement qu'on se retrouve un beau jour. Életművem fontos elemei a balerinák. Egy komoly balerina korszakot tudhatok magam mögött. Nagyon fontosak ők, hiszen egyrészt gyönyörűek, másrészt amilyen légiesek a balerinák, olyan kőkeményen dolgoznak. Engem nagyon megérintett ez a kettősség az életükben. Je suis comme ça, et tu resteras. Mindig hajlamos a misztériumra. Ez a kép még ugyan nincsen kész, de hamarosan befejezem. Azt a címet adtam neki, hogy az anyag lélek kiemelkedése. És azt hiszem, hogy a fehér lóval elég sok mindent érzékeltetek, hiszen minden nép legendájában erőteljes jelkép. Thank you.
Napi egyenlőségek idején a kép címe. Ókori téma, egy hercegnő ül, elkalandozik, egy furcsa trónszéken. Nem tudni, hogy bánatos, nem tudni, hogy szerelmes, elhagyták, vagy épp a kedvesét várja, vagy egyáltalán vár-e valakire, azt sem tudni. A 12. században Etiópiában vagyunk, az aranykeresztek egyértelműek, hiszen Lalibela azt mondta, hogy ő felépíti új Jeruzsálemet. 11 sziklába vált templomot épített, és miután olyan gyorsasággal zajlott az építkezés, hogy szinte nem is értették, hogy az emberi erő hogyan képes erre, az a legenda járja, hogy éjszakánként angyalok segítették az építkezést. Ez a kép erről szól. Tehát visszarepítem önöket a 12. századba, Etiópiában járunk, Lalibelában. Eddig tartott virtuális sétánk, ez a rendhagyó karantén kiállítás. Én bízom abban, hogy hamar elmúlik a vész haragja felőlünk, és legközelebb már az igazi kiállító térben találkozunk, kocintva, pesgőzve, úgy, mint régen, valamikor. Jó lenne, ha élőben is megmutathatnám önöknek a festményeket, hiszen azért készülnek. Vigyázzanak magukra, ne feledjék, maradjanak otthon, vigyázzanak egymásra és a másikra. Minden jót kívánok!